Akkor a passzív szerkezettel fogom foglalkozni. Ezt látjátok a digitális táblán. Még az angol órához is a digitális táblát használják a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban. Az egyik diák azt mondja, nem csak az iskolában, hanem otthoni számítógépet, okostelefont és tabletet használ a tanuláshoz. Én rengeteget használok számítás technikai eszközöket a tanuláshoz, leginkább laptopot használok, sokszor például egy PPT elkészítéséhez, vagy bármilyen olyan tananyag, amelyet az iskolában nem tudtam esetleg leírni, vagy megérteni, azt a könnyen elérem. A tanárok szerint ma már elképzelhetetlen a tanítás és a tanulás internet és számítás technikai eszközök nélkül. Ezeket mi ugye kihasználjuk a különböző nyelvórákon azáltal, hogy a az online fórumokon megosztunk velük különböző tananyagokat, megkérjük őket arra, hogy különböző um, hallgatási és olvasási értési feladatokat online végezzenek el. Segítjük őket azzal, hogy különböző beszélgetéseket és előadásokat meghallgatva, formálhassák a véleményüket a világról, a jövőt illetően. Használják a egészséggel. A kormányzat támogatásával 150 laptop érkezett szerdán délelőtt a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumba. A hordozható számítógépek közül egyet a köznevelésért felelős államtitkár adta át a diákok képviselőinek a középiskolában. Maruzsa Zoltán elmondta, február 15-e és március 31-e között az ország összes 9. osztályos középiskolása és tanárai is laptopot kapnak használatra. A digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférési programra több mint 33 milliárd forintot költött a kormányzat, ráadásul a digitalizáció fejlesztései a következő években is folytatódnak. A következő négy esztendőben összesen 615 ezer notebookot vásárolunk, ebből 55 ezer pedagógusok, kollégák számára, a többi pedig 560 ezer eszköz, pedig a végére 5-től 12. évfolyamig minden tanuló számára biztosítja majd a digitális tartalmakhoz való garantált hozzáférésnek a lehetőségét nagy utat tettünk meg az elmúlt években a digitalizáció terén. Talán emlékezhetnek többen, hogy a kormány 2016-ban fogadta el egyébként a digitális oktatási stratégiát, ami akkor a wifi, iskolai wifi telepítések terén, a sávszélesség bővítése terén, és az eszközök beszerzése terén is számos intézkedést tartalmazott. 27 milliárd forintot fordítottunk az előző években arra, hogy minden állami intézményben széles sávú wifi szolgáltatást legyen elérhető, illetve 2018-19-es években uniós forrásból vásároltunk mintegy 100 ezer informatikai eszközt. A digitális fejlesztés fontosságát a világjárvány bizonyította, hiszen az internet és a hordozható informatikai eszközök segítségével lehetett megvalósítani az online tanítást, tette hozzá Marusza Zoltán. És ez, ami a digitális készségeket fejlesztít. A digitális készségeket fejlesztik az informatikai eszközök, erről már Vinnai Győző beszélt a kölcseiben. Az országgyűlési képviselő, aki a Parlament Oktatási Bizottságának is a tagja elmondta, a megyében 3000 tanulói és 2100 pedagógusoknak szánt informatikai eszköz érkezik. Láttuk a világjárvány idején, hogy erre nagyon nagy szükség van. Szükség van az eszközökre, szükség van azokra a tanárokra, akik megfelelő módon összefüggésrendszerbe helyezik a, a, a tartalmas tananyagokat, és ez segíti a gyerekeket és a tanárokat. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a tantermi digitális eszközpark is bővül a következő másfél hónapban. A megyébe a kormányzati program során összesen 500 digitális eszköz jut majd el.